A videót a Konzolvilág támogatta. Na hát szavaztok gyerekek, arra gondoltam, hogy ebben a részben ezeket a kis kérdőjeleket, hát néhányat így kutassunk fel, és hogyha majd tetszik nektek ez, hogy így ilyet csinálok, akkor csapassatok rá egy lájkot és megyünk tovább. Gyakorlatilag ez egy ilyen felfedező körút, aha, hogy ez egy ilyen verseny lesz. Tehát ez valamiféle felfedező körút lesz, hogy így ezeket így megtudakoljuk, hogy milyenek. Mik? Menjünk ezzel. Nézzük meg ezt az autót, olyan rég mentünk vele. És akkor így a kérdőjeleket így gyakorlatilag kiütjük, így néhány rész alatt. Úgyhogy ja, mert sokszor zavar engem az, hogy kérdőjelek, miért vannak kérdőjelek, nem tudom mi az. Úgyhogy ilyenre most már nem lesz probléma, mert ezeket nyomatni fogjuk. Na most akkor ez egy verseny, ugye? Minimum harmadiknak kéne lennem. Ezt a célt tűzöm ki így magam elé. Nem, már nem is ismerem ezt az autót amúgy. Fogalmam sincs, hogy mikor lett az nekem. Meg hogy milyen, hogy hátsó kerekes, gondolom. I don't know, but első körbe vagyunk. És nem áll jól a szénám. Húha, ez nagyon durva pálya ennek az autónak, hallod-e? Az checkpoint miss volt ott előttem, a hatosnak. Nem kapott checkpoint missed-et? Nem, jó van, mindegy. De jó helyen vagyunk amúgy, kicsit okosan kéne menni. Ilyen kanyarokba, ó, nagyon jól kanyarodik ez az autó amúgy. Szépen csak fel kell engedni a gázt nagyjából, meg egy pici fék. És figyelj, úgy kanyarodik, mint még soha. Erőnk. Jó, első körnek vége. És igazából hatodikak vagyunk. Valami touch-tics kéne, hogy ezt a csávot lehagyjam, mert motorerőben nagyon jó. Ó, basszus. Szélárnyékban nagyon nem lehet menni. Mert olyan hirtelen tudnak fékezni előtted. Nem is nézik, hogy ott vagy. Mondjuk jó, hát igazából nem is nagyon kell nézni, csak azért, na, érted. Amikor ő akar fékezni, te meg nem, akkor, ez, akkor ott azért vannak problémák. Gyerünk! Nagyon jó ez a pálya amúgy. Hallod? Másodikak vagyunk. Jön mellettünk a Viperes. Talán az az. Nem is tudom milyen autója van, mindegy. Na, szélárnyék. Megfogjuk. Megfogjuk, jó. Hú, nagyon jó ez az autó, srácok. Tényleg nagyon jó megy. Fenébe is. Eddig nagyon nem csúsztunk ki, talán ez volt a legnagyobb eddig, nem? Nagyon jól megy ez az autó. Miért nem használtam én eddig? I don't know. Hoppá! Jaj. Egy pillanatra néztem el, és már itt is van a seggembe. Hú, de még milyen ideális íven megyünk, hallod? Mit akarsz? Jó, itt a cél. A cél, és büm, és megvan. Jó van, első verseny is done. Nagyon jó. Mennyi kreditet kapunk, talán most lépünk akkor szintet, várjál csak. Ma mint hogy XP-t. 10.000 X kredit, és mennyi XP? Ó, te, 8.000 XP. Ja, már léptünk, aha. Tehát most leszek 97-es. Majd. Következőkben. Na, nézzük akkor a következő ilyen kis kérdőjelecskét. Kíváncsi vagyok egyébként, mik vannak, mert ugye nem mindig verseny, de van, amikor ugye versenyről van szó. Ó, zsír, és ez az autóval leszünk innestől. Itt is egy kérdője. Na, nézzük ezt. Úristen, 7000-ig felment a fordulat, akkor váltotta csak le. Nagyon jó autó ám, ez annyira jól tud kanyarodni, hogy bepisílsz rajta. Nem hinnéd, hogy egy ilyen hosszú autó... Újjajaj, milyen jól tud kanyarodni, az egy... Az csak... Aha! Ja jó,
I know. Oké, hát akkor rámegyünk. A másik oldalról. Hogy ez egy izé? Azt nem tudtam. Akkor nagy tempóval kéne jönnöm itt. Talán itt megfordulunk. Egy... Mennyi lesz? 200? Bele se mentem talán. Az a baj, hogy annyira necc az a kanyar a végén. Na jó, most aztán 124-jel kösz. Szerintem még ez egy csillag sincsen. Egy csillag? Jó, annyira nem kell messzire menni, mert igazából úgyis kell egy fék. Oké, valahogy ideális íven kéne ott ráfordulni. Jó. Oké. 170. Az csak talán két csillag, vagy annyi se? De két csillag az megvan. Na még azért van ám ebbe tempó, még egyszer próbáljuk meg. Kicsit messzebbről. Hogy nagyobb tempó legyen. Nézzük meg. Innen mondjuk. Itt így kikerüljük ezeket a fákat. Azt nyomjuk. Na gyerünk. Oké, ideális ív. Azaz, 177. Hát az sem elég még. Nem tudom egyébként ide mennyi kell. Hát nem is ment feljebb. Na mindegy. Mennyi egyébként? 185. Hát attól messze vagyunk. Az a baj, hogy ott akkora kanyar van. Na mindegy, még ezt megnézzük, ezt a utolsó kis kérdőjelet itt a közelben. Oké, azt mondja, hogy hol lesz? Ezzel élmény autózni, nem akarok a pusztaságon átmenni. Komolyan, annyira jól tud menni. És még ezt a kanyart is beveszi, hallod? Na, azt ez akkor mi? Aha, sprint verseny. Byron Bay. Jó van, állunk elébe. Exhibition. Jó lesz ez. Persze, hogy ezzel az autóval megyünk. Hogy nem mennénk ezzel az autóval? Ne szórakozz. Monster Energy autót varázsoltunk. Need for Speed, motherfucker. Nézzük. Tényleg az is nem sokára jön ki a Need for Speed, nem? Vagy az majd csak 2018? Húha! Éjszaka van, hallod? Nem szeretem az éjszakai versenyeket. Nagyon nem. Na mindegy. Jó, nagyon jó volt a rajtunk. Olyan szempontból, hogy annyira nem pörgött ki az összes kerék. Oké. Tapadunk, mint a picsa. Ez itt olyan fék lesz, hogy beszarsz. Jó. Hát ez nagyon... Nem nekem való ez a pálya. Olyan szempontból, hogy itt csak a... féleség van, vagy pont hajnal, nem tudom. És ilyenkor én annyira nem látom a dolgukat. Oké. Húha. Nagyon jó. Hoppá, bocsánat, ne ragudj. Hú, de mennyire gyorsabbak amúgy, mint én. Itt én abban tudok bízni, ami sovány vigasz, hogyha jobban veszem be az íveket, akkor talán meg tudom őket előzni. Áj, majdnem jó volt, csak be akarok elé görnyedni. Jó. Úha. Szóval, hogy a jobb ívek reményébe megyek egyébként, mert ez annyira nem olyan nekem szabott pálya. Na most van egy elég hosszú egyenes rész, ahol tényleg aztán azon múlik, hogy milyen íveken mész, meg hogy mennyire tudsz bent lenni a cuccba. Ez csak. Azaz, gyerünk!
Ajj, basszus, azt hittem megvan. Ez nagyon köcsög volt, de nem volt mit tenni. Ezzel nem tudtam mit csinálni, bocsánat. Milyen visszafordítók vannak, beszarsz ezen a pályán, ez nagyon durva. Hát az első hely az biztosan nem lesz már meg. Jó. Talán a harmadikat meg tudom tartani. Na mondjuk, ha ennyire fostosan megyek, akkor nem. Piece of shit. Húú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 ú
Nem engedhetem magam elé? Jó! Hát ilyen kicsi kis csalással úgy mondta, hogy belementem és szemét voltam. De nem volt mit tenni, azzal lettem így második. Úgyhogy ennyi. Nézzük meg azért, hogy mennyi kreditet kapunk. Hát ha mondjuk ez jól jön nekünk. Nézzük csak. 9.39, 9.550. Nice! Nice! Jó ez! Jó van! Jó van! Jó van! Azt mondja, hogy 97-esek vagyunk. Srácok! Ott vagyunk, 97-esen, kircsi mircsi. Na hát gyerekek, köszönöm szépen nektek a figyelmet, hogyha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot, akár fel is iratkozhattok, Anfield Shop Facebook oldal, és minden itt van a leírásban. Pisztácia, szevasztok!